Megyek reggel a boltba. Jön Slenderman, geci. Kijövök a boltból, a Nesquikkel azt még ki akarta bontani. Dögbül, futás, elszaladtam, még nem szaladtam tőle. Utána járok a kanyarnál, de észrevettem, hogy perek kifele valami. Perget ki, ez a, izén, ez a gabonafe, ez ne. Ez a Nesquik. Azt meg izé, azt mondja, hogy neki ez kellene, mert ő erre gyúr. Hát akkor én mire gyúrjak, ha nem a Nesquikre? Ezért van Nesquik karom. Erős, mint a bivaj. Olyan, mint a vas. Olyan, mint az acél. De ez mint a Nesquik. Ami 700 forint. Slendermannak ez kellett. Ha nincsen neki pénze, ha miért nem megyen el dolgozni? Ha ki a faszomat érdekel? Ha menjen el, az dolgozzon, itt rémezgeti az embereket, meg az emberiséget. Ki tudja, ki a faszom, hogy ez a Slenderman lehet az? Meghal éjjel, mám, a Slenderman. Nem lesz neki jó Nesquik. Nesquik gabonapé. A szatyor is. Ki tudja, mi van ebben? A tejet is el, majdnem összeszakadt a tej is. Öcsém, úgy ér el lett. A CD-m is, a Slenderman. Slenderman faszopó. Ezt is 300-ért vettem, ki akar rabolni. Ezt 500-ért. Meg szatyorkát is kértem. Így visszarakom minden. Bekötöm, hogy Slenderman ne is tudja kivenni a kezemből. Az futás!